új betonrépek, ez nagyon szívja a festéket. Biztos... Már a javában festik a művészet és diákok a KGST piac kerítését. Ikonikus városi épületek, nyíregyházi jelképek és mókás életképek kerülnek fel a betonra tanárok közreműködésével. Maga a felület egy speciális, a festők számára mindenképpen egy nagyszerű lehetőség. Az egyéb más területeken tevékenykedők számára sem elhanyagolható. Tehát gyakorlatilag az életre így tudjuk a legigazándiból fölkészíteni a gyerekeket. A diákok már a múlt héten elkezdték a látványos munkálatokat. Összesen 14 tanár és 80 középiskolás dolgozik önkéntesen a Tokaji úton. A tanulók azt mondták, nagyon élvezik, hogy a jó időben nem kell az iskolában lenniük. Most van az utolsó hét, így most tök jó, hogy... utolsó héten nem kell bent ülnünk a padokba, itt vagyunk kint a szabadban, festünk, azt csináljuk, amit szeretünk. Ugye ez nekünk is jó, mert ezzel mi fejlődünk, és igen, nagyon élvezik a munkát. A KGST piac kerítése az úgynevezett színes város koncepción belül szépül meg. A munkára Nyír VV kérte fel a művészeti szakgimnáziumot. Összesen 61 kerítéselemet kell kipingálni, ami azt jelenti, hogy több mint 180 méteren graffititől lesz látványos a Tokaji útnak ez a szakasza. Közben a Nyír VV is munkát végez a piacon, egy új főbejáratot építenek. A kerítéseket beljebb kellett, hogy helyezzék a kerékpárút beruházás véget, így egy főkapu építése is van folyamatban, így a kerítésfestés adta magát, hogy most erre az alkalomra legyen kész ez is. A festéshez összesen 250 liter festéket használnak majd fel a diákok, a különleges graffiti a hét végére készülhet el.